Le fog mondani esetleg? Mos László egy évvel ezelőtt tavaly januárban nem volt hajlandó érdemben kommentálni az általa vezetett Eötvös József gimnáziumot érintő botrányt. Nem nyilatkozom. Mit szól a hangfelvételekhez? Nem nyilatkozom, ne haragudjanak. Tényleg 500 000 forintért lehet ide jelentkezni? Ne haragudjanak, nem nyilatkozom. A Metropol által nyilvánosságra hozott hangfelvételen az hallható, hogy egy édesapa beszélget az Eötvös József gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda alapítvány kuratóriumi elnökével. A párbeszédben pedig többször felbukkan az iskola igazgatójának, Mos Lászlónak a neve is. A felvétel alapján egy édesapa gyermeke a felvételin nem érte el a megfelelő pontszámot, de 500 000 forintért mégis bekerülhet a neves gimnáziumba. Mennyi igaz ebből az egész botrányból? Tényleg van belőle rendőrségi ügy? Nem nyilatkozom. Kiderült, hogy gyanúsítottja is van az Eötvös József gimnáziumot érintő vesztegetési ügynek. Az Eötvös gimnáziumhoz köthető egyik szervezet tagját gyanúsítottként hallgatták ki, mert arra hivatkozott, pénzért elintézi, hogy egy gyereket felvegyenek az oktatási intézménybe.